Magyarország dél-dunántúli területén, a Dráva folyó mentén található egy ezer lelkes kis település, Zákány. Az itt élő emberek csendes életet élnek, a mezőgazdaságban dolgoznak vagy a vasútnál helyezkednek el. A vonat zakatolásán túl itt évtizedek óta nem történt semmi. A falu óvodája a horvát határtól pár száz méterre található, van egy általános iskola is, sőt négy bolt és nagyjából ugyanennyi kocsma. Vajon hogyan reagál egy világtól elzárt kisközösség, ha hirtelen több mint 100 000 idegen jelenik meg? És hogy reagál a világ a viselkedésükre? Zákányba látogatunk, a faluba, amely négy teljes héten át a népvándorlás útjába esett. Én pozitív emberekként jellemezném az Zákány embereket. Azt gondolom, hogy ehhez a kérdéshez is pozitívan álltak egészen idáig. Láttam a röszkei tudósításokat, de hát erre én sem számítottam. Az egyik kis csendőnek jött valami telefon, felment a toronyba, nézett át a távcsővel, és akkor látta, hogy jöttek át. Egy az egyben a horvát rendőrök átterelték őket a határon, és ők nagy lendületen, mindegy, nagyjából 1500-1700 ember itt végig gyalogolt, állt a sineken be az iskola utcájába, és gyakorlatilag elindultak Nagykanizsa irányába, irtozatos szemetet hagytak maguk után. Én teljesen váratlanul érte az egész települést azt, hogy megérkeztek, semmiféle hír nem volt arról, hogy jönni fognak. Mit keresnek itt pont a mi faluban? Aztán mikor mondták, hogy csak átjáróban vannak itt, akkor megnyugodtunk. Nem fogadtak el semmi más, csak mentes ásványvizet és kenyeret. A horvátoknál kaptak különböző konzerveket, bébiételeket, de azokat egy az egybe eldobálták. Helyet ittünk ki nekik, azt osztogattuk, és volt egy alezredes, aki azt mondta, hogy majd ő jön segít. Elmondta minden családnak külön, hogy ez tiszta étel, nyugodtan elfogadhatják, és kis poharakba adtuk a gyerekeknek a tejet, azt biztosan elfogyasztották. Vegyes reakciókat váltott ki a faluból. Volt, aki azt mondta, hogy aki nekik segít bármiben is, az a saját hazáját árulja el, mert ők a hazai ellensége, de volt, aki támogatott benne. Itt a megdöbbentő az, hogy ennek 85%-a fiatal férfi. Régóta Magyarországon élő szírek jöttek segítségünkre. Próbáltak ugye kommunikációt létesíteni anyanyelvi szinten a beérkezőkkel, és hát ott derült ki, hogy mennyi féle országból jönnek ezek az emberek. Nyilván, akkor nem értettek szót egymásra. Reggel óta 5000 migráns érkezett, éjfélkor lesz a határzár itt Zákányban. Góz Lilla az első naptól az utolsóig tudósította a Magyar Televízió nézőit a zákányi eseményekről. Lilla a vasútállomásnál délután önkénteskedő óvónénitől hallotta, hogy a gyerekek rajzoltak a katonáknak, amit másnap szeretnének átadni nekik. Úgy döntött, beszámol a kíváncsi ovicsok látogatásáról. Nagyon szépen köszönjük az ajándékokat, és boldogságot hoztatok az életünkbe. Köszönjük! A Társaság a Szabadságjogokért Magyar Jogvédő Szervezet azonnali támadást intézett az óvópedagógus ellen. Szerintük az óvoda akciója megsértette a gyerekek és szülők emberi méltóságát és lelkiismereti szabadságát, mert a katonai kultúra méltatása, a fegyverviselést erényként történő bemutatása sérti a világnézeti semleges nevelés követelményét. Utaltak arra is, hogy mivel ezekben a hetekben az óvodások katonás önkéntes bevándorlósat játszottak, melyben információik szerint a fiúk játszották a katonákat, és a kislányok csak önkéntes vagy bevándorló szerephez jutottak, így sérült a nemi szerepek egyenlősége. Én úgy gondolom, akit ez felháborít, az nem él itt, nem tudja ezt átérezni az ő helyzetüket, és nem tudja értékelni, hogy nekik ez mekkora élmény volt. S hogy jogos-e a felháborodás? Az döntse el az, aki volt már ilyen helyzetben, aki lakott már egy kis faluban, olyan helyen, ahol a gondolkodás fókuszpontjában nem feltétlenül a társadalmi változások, hanem a mindennapi élet áll. Láttunk mindenkin, hogy fáradt, már a vésztartalékait éli, úgymond, hogy itt segíteni tudjon. Én úgy gondolom, hogy itt a zöld határon ez volt az egyetlen egy megoldás, hogy lezárják. Egy 1100 lelkes településről beszélünk, akiknek ez óriási problémát jelentett. Van létjogosultsága a határzárnak, én azt gondolom, erre szükség volt, viszont a másik oldalt a lelkemben ez egy rossz érzés, mert Horvátország és Magyarország között, hogyha bezárjuk ezt a kaput, az nem jó az itt élő népek baráti viszonyában, de bízom benne, hogy egyszer újra ki tudjuk nyitni.